Pista, mintha füttyentettél volna. Esti mese, népmese. Anyósommal beszélgettünk. Hely, asszonyja, édes jányom, a mi időnkben nem úgy volt, hogy hálószoba, meg asszonyja, elmúlt a lagzi, oszt akkor mindjárt ászútra meg hálószoba a fiataloknak. Mi időnkben úgy volt, hogy egy házba, egy szobába laktunk, asszondja, az uram meg én soha nem fekhettünk egybe. Mert a házba csak anyósom volt, meg az új menyecske, ugye, meg a gyerekek. Mert többen nem fértünk. Apósom, meg az uram azok meg az istálóba aludtak, mert köllött ugye a hely véget is, meg az állatokra köllött éjszaka figyelni. Hát a két ember az istálóban volt. Hát azt mondom, már én is mán voltam. Beszélgettünk. Hát mondom, mégis azt, hogy volt, hogyha össze akartak csúszni. Hát tudod, úgy volt a szondja, hogy mikor apósom valahova kiment a kertbe vagy valahova, amikor kicsit tiszta volt a helyzet, a szondja, akkor a pista füttyentett nekem. Füttyentett. Akkor ost mentem. Oszt fölmentünk az istálló pallásra. A szénába. Hát ost mondom, ha maga gondolt rá valamire. Akkor mi volt? Akkor odamentem hozzá, pista, mintha füttyentettél volna.